Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből a 13. fejezetből idézek a szeretet himnuszából. Szóljak akár az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc és pengő cimbalom vagyok. Ismerjen bár az összes tudományokat, legyen profétáló tehetségem, legyen akkora hitem, hogy a hegyeket megmozgassa, ha szeretet nincs bennem, mit se használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem gőgösködik, haragra nem gerjed a sértés, nem tartja számon. Nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazság győzelmével. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél és mindent elvisel. Mikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkodtam, mint a gyermek. Amikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. Amíg csak tükörben, homályosan látunk, de akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásunk, de akkor úgy ismernek bennünket, amiként ismertek vagyunk. Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de közöttünk a legnagyobb a szeretet. Mennyei atyánk, én konkrét imádságot mondok kifejezetten azzal kapcsolatosan, amit ezzel az egyetemmel kapcsolatosan a magyar oktatás ügyjel szívünk, lelkünk mélyén hordozunk. Gyengék, elesettek lettünk, amiként látjuk. Alig egy kis csapat volt képes arra, hogy eljöjjön, és te előtted tanúbizonságát adja annak, hogy igazi hittel, reménnyel és szeretettel igyekszünk nyelvünket tisztességben ápolni és gondozni. Mindenek ápoltságát azonban sosem tudjuk fölvállalni, hogyha tiszta szívből nem ismerjük azt, hogy aki másnak jót akar tenni, az egyenként cselekedje, mert általában a jó, ha általában tesszük, akkor mentsége talpnyalónak, árulónak és gyenge embernek egyaránt. Aki másnak tehát jót tesz, az egyenként cselekedje, mert ezt ül tudomány és művészetet, költészetet és orvoslás. Azért gyűltünk össze, hogy elsősorban elmondjuk azt, hogy igenis léteznek nem csak európai normák, hanem létezik a te szent törvényed. És ennek a törvénynek igazából az üzenete és az ismerete abban rejlik, hogy mi semmivel se akarunk se többet, se kevesebbet, mint csak annyit, amennyire bennünket az Úristen szép, ízes anyanyelvünk által fölhatalmazott. A hit kérdésével kapcsolatosan többszörösen láttuk már azt, hogy mindaz, amit látunk, amit templomok formájában testet töltött ebben az országban, egészen biztos, hogy a hit jegyében született. Azzal is tisztában vagyunk, hogy oktatásunk igazi eredendő és tisztességes célja nem lehet más, mint az, hogy anyanyelvünkön halljuk vissza azt, amit apáinktól, szüleinktől őszinte jó szándékkal megörököltünk, és aminek tisztességét továbbra is tovább szeretnénk vinni. Ennek a jegyében kérünk téged, áld meg bennünket, aki ember szerető jóságoddal és a Szentlélek megvilágosító erejével vigyázol ránk, most és mindörökké. Amen. Köszönjük Köllő Gábor atyának az imát. Yeah.
szikla, népek harcának zajló tengelén. Helyünk az árnyaj, százszor elborítja, de